kevés ember van, akinek. Tánciskola. Nézzem a legkedvesebb élményeit, izgalmas készülődést. Egy tánciskola örökjelvényeit fiatal sejnek legszebb hozzak. A tánciskola nem csak szórakozó hely, hanem fiatal sejnek nevelésének tartozéka. Jó lányok, már gyerekkorukban elsajátíthatják a táncot, mert ezáltal nem csak mozgás kultúrájuk fejlődik, szentlandásuk javult, szebben járnak, ügyeskedve biztosabban boldognak, hanem a társas érintkezési formát is elsajátítja. A tánciskola nem iskola, nem munkahely, nem szórakozóhely, nem alkalmi összejövetel. Itt a növendékek hetekig, sőt hónapokig vannak együtt, ezért az első órákon kezdve érkezünk a közösségbe. Úgy beilleszkedik, hogy igazán őszinte baráti szellem alakuljon. Legyünk udvariasak, segítsük a kevésbé ügyeseket, foglalkozzuk vele türelemmel. A lányok között ne tegyünk különbséget, átszoljunk mindenkivel, mert nincs nagyobb sértés, mint válogatni. Ha elhangzott a mester hívó szava, táncosnőt felkérni. A táncos határozott lépésekkel megy ahhoz a lányhoz, akit fel akar kérni. Kívas helyzet adódik, a két lány között nem tud választani. Fejét könnyedén meghajt. A lány a felkérés felhújítással fogadja balkarjával táncosával karol és körsét a ringó vele. A táncos megvárja, amíg megszólal a zene. Vagy egy lánycsoport, hogy hozzátartozott vezeti, és udvarjasan elköszön, amint udvarjasan elköszön, stb. Jó, hát a párok szünetben együtt akarnak maradni, állva sétálva, vagy ülve vesztegetnek. A tánctudomány már ott tart, hogy közben beszélgetést tudunk, kedvesünkkel. Mi nem beszélgetést folytatunk. A fiúknak nem ajánljuk, hogy a fiúknak nem ajánljuk, ha a fiúk a belőle tudják táncosnőket szórakoztatni, akkor nyugodtan beszélnek hozzá, viszont semmi esetre sem tudolják a zene dallamát, és ne kütyüljék, és ne legnap rágunk, hogy inkább hallgassanak. A tánctanfolyam rendszerint táncvizsgával. Hozzá. Ilyen alkalomra a szülők, a meghívott vendégek is eljöhetnek, nagyban hozzájárul az ünnepélyességhez. Pont. A táncvizsga hasonlít a bálra, táncverseny, szépségverseny, völgyválasz és helyet kap ember. Csupa bázatosság. Csupa külön remény, izgalom. Fiatalság nyilvános szereplésének. Előre első tűzpróbája, így tanulja meg, hogy a viselkedjen a nyilvános rendezvényeket.